Ez a videó a megszokottnál kicsit rövidebb lesz, úgy érzem, egy egyszerű oknál fogva. Az XCOM Enemy Within az Enemy Unknown-hoz képest nem adott annyit a játékhoz. Mindenkinek ajánlom, hogyha azt a videót még nem látta, menjen vissza, nézze meg, mert gyakorlatilag mindent, amit abban elmondtam, érvényes erre is. Maga a kampány minimálisat változott, a harcrendszer nem esett át különösebben semmiféle átalakításon, a találati rendszer maradt, az építkezés maradt, a fejlesztések pedig egy kicsit lettek kibővítve. A legfontosabb nyersanyagunk pedig továbbra is az idő, és még mindig abban jön a játék élvezetének nagy része, hogy ennek a sok játékelemnek az adagolásával már-már szinte pimaszul tökéletesen zsonglőrködik a rendszer. Ami pedig szintén segít az Enemy Within-nek, hogy alapból is élvezetes többször kitolni az XCOM-ot, az, hogy történtek kisebb-nagyobb változtatások a sztoriban, szinte már csak bónusz. Bár azért magától a kampánytól kicsit olyan érzésem van, mintha az Unknown szájról szájra járt változatával játszanék, na nem a nyugdíjas fajtával, ahol 30 forinttal drágább lett a tej, hanem az osztályteremben körbe jártal, ahol a harmadik mesélésre már új robotok és szuperképességek vannak a történetben. Mert lényegében, mint mondtam, a kampány maradt a régi, csak kaptunk a játék közben pár új fejlesztést, egy új nyersanyagot, egy pár egységet, és egy sajnos nem eléggé prominens új veszélyforrást, a helyi terroristákat, az X-Zátot, akik tulajdonképpen asszimilálódni szeretnének az űrlényekkel. Akik a játék nagyobb részében nem csak mellékküldetés lennének benne, amire egy katonát elküldök, hogy csináljon meg, még talán jobban fel is villanyoznak. Az új nyersanyaggal a Meldel egyébként bejött egy érdekes adalék a játékba, azaz az időre futó feladat minden pályán. Ami egy picit meggyorsítja az ütközeteket, lévén fontosabbnak érzed, hogy hamar végez. Miután pedig megszereztük, ebből tudunk új képességeket, implantokat fejleszteni az egységeinknek, vagy megnyitni vele az új karakterosztályt, a MechTroopert. Emellett pedig bejöttek a medálok, amik ilyen egyszeri karakterfejlesztések, meg lehetőség a hülyeskedésre. A látvány továbbra is adja magát a játékmenethez, viszont az átvezetőkben szinte idegen az emberek mozgása. Maga a pályák is változtak egy kicsit, és bekerültek újak. Itt az egyetlen panaszom arra lehet, hogy nem kifejezetten hoztak magukkal VR frissülést a játékba, és a színpaletta is, mintha belene ragad ugyanazokra a sötét árnyalatokra. Múlt is maradt a régi, egyszerűen csak ott is megkaptuk az újdonságokat szórakozni. Tehát ha netalántán valakinek eddig nem tetszett az XCOM, nem ez a kieg fogja megváltoztatni a véleményét, viszont keresve se lehet szerintem jobb példát találni, ami eddig működött, azt nem kell javítani mondásra. Talán az Enemy Within legnagyobb érdeme, hogy alkalmazott arra, hogy az Enemy Unknown szóba hozzuk, mert amire ugye épül a kiegészítő, az egy szinte tökéletes stratégiai játék, és ezáltal szinte már de facto jó szórakozást nyújt, akármi is az extra tartalom. Mert hazudnék, ha azt mondanám, hogy az Enemy Within-nel nem hatalmas szórakozást játszani, de ez inkább maga az XCOM élmény lehet, mint a kiegészítő. Talán a legfájóbb ezzel a kiegészítővel az az, hogy kiegészítőnek hívják és kiegészítő árban árulják. Mert szerintem a Within nem több, mint egy combos DLC. A Steamen is oda van sorolva, lehet ez szerint kellett volna az árat is kurtítani. Ha megnézzük, alig 10 euróval olcsóbb, mint az Unknown, ami ugye alapból szükséges, hogy tudj vele játszani. Kicsit nehéz így paritásba állítani a kettőt, és azt mondani, hogy megéri a Within. Meg hát az se segít, hogy amikor én stratégiai játék kiegészítőre gondolok, az első dolog, ami eszembe jut, és ezáltal szinte egy örök mérce lesz nekem, az a Red Alert 2 Yuri's Revenge, ami vitathatóan a valaha készült egyik legjobb kiegészítő lemez volt. Szóval, hova is akartam ezzel kiukadni? Az új XCOM még egy évtávlatából is zseniális, kicsit drága a kieg ahhoz képest, hogy mennyire megérte az eredeti játék, de szerencsére minden fronton csak hozzáad az élményhez. Aki meg most hall először az új XCOM játékokról, az menjen, vegye meg, próbálja ki, mert nem vesztett semmit a varázsából. Na, sziasztok! Ha tetszett a videó, iratkozz fel, írd meg a véleményedet az otherworld.hu-n, csatlakozz hozzánk Facebookon, vagy kövesd a híreinket Twitteren.